Sziasztok, srácok! A mai videóban egy nagyon érdekes és sokak által tanulmányozott és kutatott témáról lesz szó az amőbában, ugyanis a mai videóban arról fogok beszélni, hogy honnan tudhatod azt, hogy valaki programot használ-e, vagy sem. Azt javasolnám, hogy mindenképpen nézd végig a videót, mert ez kimondottan oktató jellegű. Világos vagyok, olyan így, itt a Fly or Die Amoeba játékában, és a mai részben arról lesz szó, hogy honnan állapíthatod meg pontosan azt, hogy valaki programot használ-e a játék során, vagy sem. Na most a legfontosabb kérdés az az, hogy először is, most megnézzük ezt a Kamupipőke nevű felhasználót, aki láthatóan úgynevezett programot használ, a piros felkiáltójel erre utal. A legfontosabb tanácsom ezzel kapcsolatban, hogy nézd meg, most megnyitom Kamupipőkének az infóját, és ha megnézzük Kamupipőkének az adatalapját, akkor alapvetően két dolgot figyelhetünk meg. Egyrészt megfigyelhetjük, hogy Kamupipőke 2019. május 8-án regisztrált, és ezen kívül, tehát május 8-a óta ő 744 pontra tett szert, az összes partiát, amit játszott, mindegyiket 4-0-ra nyerte meg. Na most, egyébként, tehát a legfontosabb dolog azzal kapcsolatban, hogy megállapítsuk, hogy valaki programot használ-e, csal-e a játék során, vagy sem, az az, hogy az illető adatlapján, mutatom, nézzük meg az úgynevezett győzelmi, illetve vesztési arányt. Na most, az a győzelmi vesztési arány, ez azt jelenti, hogy az adott játékos által az összes meccsből, amit az adott játékos játszott, ő a meccsek hány százalékát nyerte meg. Látható, hogy Kamupipőke 133 meccset nyert meg, mindössze 50-et vesztett el, illetve 26 döntetlennye lett. Na most elmondom nektek, hogy ez megközelítőleg ez az arány, Kamupipőkének ez az aránya 68%-os. 68, de inkább kb. 70%-os győzelmi arányt jelent. Na most, hogyha az én adatlapomat megnézzük, most világos vagyok 351 ponttal, az én nyerési rátám, hozzátéve azt, hogy az enyém sokkal régebbi nick, tehát az enyém 2005-ös nick, ez én vagyok, 2005-ös nick, és a 3650 meccsből én 2091-et nyertem meg, tehát a lényeg az, hogy az én nyerési rátám Kamupipőkéjével összehasonlítva, mutatom, az én nyerési rátám az 57%, míg az övé 70%-os. Na most, igazság szerint ugyan erről lehet különböző elméleteket felállítani, hogy ez vajon, közben belépünk egy meccsre, hogy ez vajon miért van így, de a 70%-os győzelmi rátánál, ami Kamupipőkének van, tehát a 70%-os győzelmi rátánál már gyanakodjunk. Tehát aki
90%-os győzelmi rátát képes vinni hónapokon keresztül, a 70% azt jelenti, hogy ő 10 meccsből 7-et mindig megnyer. Tehát 70%-os győzelmi rátánál már egy picikét gyanakodjunk, hogy az illető esetlegesen programot használ, ugyanis az elképesztő 70%. Ember nem képes rá, állítom. Tehát az egyik dolog, amiből a progi használatára következtethetünk, az az elképesztően magas győzelmi arányszám. Tehát 70%-nál azért már gyanakodjunk, illetve a másik dolog, hogyha megnézzük Kamupipőke ezt a nicket 2019. május 8-án alapította, akkor regisztrálta, és mindössze 209 meccs után 744 pontra tett szert. Tehát ebből is láthatjuk, hogy a másik dolog, ami arra utal, hogy valaki programot használ, az az elképesztően gyors pontgyarapodás. Tehát az, hogy valaki gyakorlatilag, hát 5 hónap persze sok időnek tűnik, de higgyétek el nekem, hogy 5 hónap alatt, ha valaki 740 pontot össze tud szedni, az előtt én megemelem a kalapomat. Tehát elképesztően gyorsan gyarapodott a pontja, ez a másik. Tehát a győzelmi arányszáma, mutatom, elképesztően magas. Győzelmi arányszáma elképesztően magas, és a másik az, hogy elképesztően gyorsan érte el ezt a 744 pontot. Illetve már 746-ot. Illetve talán a harmadik dolog az, ami alapján gyanakodhatunk, hogy valaki programot használ, az, hogy az illető elképesztően gyorsan, 6-7 lépéssel előre gondolkodik. És jellemzően egy perces játszmák alatt. Tehát aki egy perc alatt döbbenetes, mélységű dolgokat, terveket képes kivitelezni a amőbában, ott nagyon komolyan gyanakodjunk, hogy az illető az programot használ. Tehát még egyszer, de az elsődleges dolog, amiből megtudhatjuk, hogy valaki programot használ, az a magas győzelmi arányszám, ami Kamupipőkénél 70% nagyon magas. Az én győzelmi rátám az 57%. Tehát az övé majdnem, hogy 20%-kal több, az rengeteg. Illetve még van egy ismertetője, közben nézzünk meg egy mesterjátszmát. Igen, itt egyébként én úgy látom, hogy igen, ezt a mester, itt most a mester jelenleg jobban áll. Tehát másik dolog az, hogy tipikusan aki programot használ, srácok, az általában nagy pontosokkal játszik, illetve akar játszani, direkt azért, mert ugye minél nagyobb pontost győz le az illető, annál több lesz a pontja. Hát igen, ezt a mester azonnal megnyerte, ahogy itt közben látjuk. Tehát a lényeg az, hogy ha az illető egymás után, ha azt látod az illető infójában, adatlapján, hogy egymás után sok nagy pontossal játszik, akkor ismételten kezdjünk el gyanakodni. Közben én is bemutatok egy perces meccset, amennyiben az Eszter elfogadja. Igen. Hát ő egy másik mester. Megnézzük, hogy milyen típusú játékot játszunk.
Igen, most ez tipikusan egy perces játszma. Annyira nem szeretek egy perceset játszani, tekintve, hogy sokat az ember. Hát most én éppen időben én állok jobban, de katasztrofális egyébként most a helyzetem. Tehát fáradtan nem jó játszani, és ezt valószínűleg vesztettem is. Igen. Ide, ide. Jó. Vagy esetleg. Most, ja igen, itt fenyeget. Húha. Látjátok, srácok, ezért nem jó. Pontosan ezért nem jó fáradtan játszani. Ezt a hibát ne kövessétek el. Hát ezt éppen talán ki tudom védeni, fogalmam nincs. Igen, ezt itt kell védjem. Jó, és most ő nyert? Nem. Vagy igen? Jó, hát ezt védenem kell. Hát körülbelül most azonos ponttal játszunk. Jaj, hogy időre megy! Ezt mindig elfelejtem, és nem... Mindig elfelejtem, hogy időre megy, srácok. És ezt most megszívtam. Igen. Hát. Na jól van. Egy kicsit gyorsítsunk a tempón, azt mondom. Tehát aki, még egyszer mondom, egyébként érdekes, hogy ezen a szerveren rendkívül gyakori. Hopp, közben megint vesztettem. Ezen a szerveren rendkívül gyakori, most ide fog tenni, H9. Ezen a fájodnál rendszeren rendkívül gyakori egyébként a vádaskodás. Tehát, hogy nagyon sok ember más embereket vádol meg programozással, program használatával, miközben ennek sok jogalapja igazából nincs. Tehát még egyszer mondom, ha ezeket, tehát alapvetően két tényezőre figyelj, esetleg háromra, az egyik a rendkívül gyors gyarapodás, pontgyarapodás, és a legfontosabb a hatalmas győzelmi arány hát igen, közben nyertünk, hál' Istennek. Tehát 1-1, Mr. Vince Eszter. 1-1. Itt látható. Jól van. Igen, ő egyébként jó játékos, tehát 1-1. Igen, most egy picit játszunk. Jó, hát egy perc esetleg. Egyébként a másik gondolatom az, hogy mióta a Flyordán megváltozott az idő problémája különösen kellemetlen kérdéssé vált. Közben próbálok figyelni is, ami nagyon nehéz. Ezt valószínűleg elvesztettem, igen. Jé, 11 és nyer. Hát, igen. És itt H12-re nyer. Bizony. Bizony, bizony. Igen. Tehát az idő problémája, amit nagyon sokan kihasználnak, és tehát ezek a 2-3 perces meccsek, ez valami katasztrófa, én szerintem. Tehát igen. Jó, még egy bemutató meccset játszunk. Tehát most ugye egy perc, egy-egy perc a gondolkodási idő. Na most nagyon figyelek. Ez például nagyon jó taktika, ez az L-alak kialakítása. Ez is egy nagyon tipikus kezdés. Most viszont mi nyertünk, legalábbis most én állok jobban. Ez kétségtelen.
ez az idő nekem. Igen. Nos. Így. Ide. Ide. Jó, akadályozzunk egyet. Ezt itt akadályozom. Hát igen, ez egy picit furcsa. Itt kell védje. Jó. Jó. Hát, srácok, rámegyünk az időre, ugye itt most ezt ki kellett védjem. Hú, 16 másodperc, atya ég. Azért... Hú, nem szeretem ezt az nagyon időre menős meccseket. Atya ég. Húha. Húha, húha, húha. Hú, nem tudom, hogy mi folyik itt. Csak tetegetek ide-oda. Aja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 j
Három másodperc, úristen, úristen, úristen! Jaj, 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 jaj! Azt a mindenit! Szoros volt. Köszi. Srácok, köszönöm szépen a egy-egy, meg két meste. Köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer egyébként még így záró gondolatként annyit szeretnék elmondani, hogy sajnos a Fly or Die-nak a rendszerében nagyon sok az olyan játékos, aki alaptalanul vádaskodik. Azt nem túlzottan szeretjük. Tehát még egyszer, győzelmi vesztési arány, ha 70%-os vagy a feletti, illetve elképesztően gyors gyarapodásról van szó, akkor gyanakodhatunk, hogy ellenfelünk programot használ. Egyébként, hogyha úgymond, hát úgymond az ellenfelünk, hogy így fogalmazzak, viszonylag tiszta taktikával nyer ellenünk, akkor azt talán a legjobban tesszük, ha elfogadjuk, közben megnézzük ezt a meccset is. Úgyhogy egyelőre ennyi tanáccsal tudok szolgálni, illetve azzal, hogy a kör itt most sokkal jobban áll, ezt védeni kell. K6-on, nem tudom, mint gondolkodik a kör. Így van. Úgyhogy srácok, én köszöntem is a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videóban. Ha tetszett ez a videó, kérlek, mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Sziasztok!